Sziasztok! Ma már nem tudunk anélkül utazni, például egy közlekedési eszközön, hogy ne látnánk okostelefonozó embereket. Hogy vannak ezzel a lányok? Természetesen a csapatban is a legtöbb embernek van okostelefonja. Ha jól tudom, nektek is, de okosabb nálatok a telefonotok? Kihasználjátok a benne rejlő lehetőségeket? Hát ez az okosabb nálam, ez ugye vicces kérdés volt. Nem hiszem, hogy okosabb lenne nálam a telefonom, vagy hogy tudna helyettem védeni, akkor az egy szuperszónikus telefon lenne. Szerintem nagyon jó találmány ez az okos telefon, mert nagyon sok minden van rajta, amit ki tudunk használni, mint zenehallgatás, mint letöltések, mint navigáció, és persze tudjuk nézni az oldalunkat is, és látjuk, hogy mi nagyon jó érzés, amikor látjuk, hogy mennyien nézik. Mik azok az alkalmazások, amiket a legtöbbet használsz, akár napi szinten? Hát, mint a King elmondta, a zeneletöltő programokat, a Facebook alkalmazását is sokszor használom, hogy az oldalt is tudjam nézni. Igazából rengeteg mindent lehet használni az okostelefonokon, internetezéstől kezdve, a képletöltéstől, a zeneletöltésig nagyon sok mindent. Azt elmondom, hogy a Nada még szokott infrázni is, hogyha igen, úgy van. Igen, neki az okos telefonja elé. Igen. Vannak ilyen extra funkciók 33-10-esen, nem? Ilyen rejtett igen, menübe. És... 33-10-i. És van-e olyan alkalmazás, amiért fizettetek esetleg, vagy csak az ingyeneseket használjátok? Hát én inkább az ingyeneseket használom, nem találom annyira sokkal jobbnak a fizetős dolgot, tehát így nekem az ingyenes dolgok is ugyanolyan okosak egy okostelefonra, mint mondjuk egy fizetős. Hát a Kingi kivette a számból szót, ugyanígy, ugyanígy vagyok. Kérdezek a Nadát, hogy okosabb a telefonja. Az inflát is ingyenet tettem, tehát teljesen jó. Van valami, amit nagyon hiányoltok, amit majd jó lenne, hogyha majd fejlesztenének, és mondjuk lenne benne projektor, vagy nem tudom, vagy hajlított lenne a kijelző? Nekem személy szerint nincs erre a szükségem. Minden megvan rajta, mindent tudok vele csinálni, SMS küldeni, telefonálni, infrázni, tehát... Ja, így van. Ami meg kell így a videóra, meg a meccsekre, arra ott van azért a laptop, az a sokkal jobban lehet azért elemezni. Meg ilyen dolgok. Szerintem a telefont azt használjuk az olyan dologra, mint a telefonálás, meg ilyen dolgok. Rendben, köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok.